Sziasztok! Ez itt a Köztünk járnak, ahol sorozatgyilkosokról és egyéb rémtettek elkövetőiről fogunk beszélgetni. A mai esetünk nem fog másról szólni, mint David Parker Ray-ről. Biztos vagyok benne, hogy hallottátok az ő esetét, ő egy nagyon-nagyon híres eset, mégis én azt gondoltam, hogy fontos az, hogy beszélgessünk róla. A Toybox Killer néven híresült ő el. Vágjunk is bele a történetébe. Előre mondom, hogy szívből mélyen is igazán utálom ezt az embert. Nagyon. Szóval ő a legaljának a legalja. Azt kell, hogy mondjam. Na, de vágjunk is bele. Szóval 1939. november 6-án született. Az anyjáról sok infónk nincsen. Az édesapjáról van egy kevés, bár ne lenne. És egyébként Davidet és a húgát Peggyt a nagypapa neveli. A nagypapa neveli fel egyedül, és az a helyzet, hogy az édesapjáról, annyira viccesen, amikor így hivatkozunk rájuk, szóval az apjáról azt lehet tudni, hogy alkoholista, agresszív, és egy borzalmas legalja ember volt, aki időnként meglátogatta ezt a két gyereket, és méghozzá úgy, hogy akkor is persze halál részeg volt, meg akkor is bántalmazta őket, tehát tök jó. Minek mész oda? Na mindegy, és ajándékba a gyerek Davidnek szadomazó újságot vitt. Ezen alkalmakkor. Erre hagyok itt egy kis időt. Tehát, hogy ez mi bajod van, ember? Tehát, hogy tényleg. Igen, úgyhogy ezt lehet tudni Davidről. Lehet azt tudni, hogy az iskolában ő csúfolták azért, ahogy kinéz, mert nagyon rossz anyagi körülmények között volt, nem tudott olyan ruhát venni, nem tudott úgy öltözködni, és ezen kívül nagyon félénk volt, és főleg a lányokkal volt nagyon félénk. Azt még lehet tudni, hogy már egész tínédzser korában elkezdődtek neki a fantáziálásai, amiben nőket megerőszakol, megkínoz és megöl. Csupa fantasztikus hobbi. És amit még ő róla lehet tudni, hogy a seregben is szolgált valamennyit, illetve, hogy egy nagyon ügyes ember volt a saját szakmájába, ilyen mérnökféleség volt, vagy hát nem is, nem tudom, tehát hogy nem igazándiból mérnök, de hogy egy olyan ember volt, aki avval foglalkozott, hogy megszerel dolgokat, kitalál dolgokat, hogy hogyan lehetne jól csinálni. Tehát, hogy, és a munkájából nagyon elismer volt. Négyszer volt nős, és négyszer el is vált, és összesen két gyermeke született, és az egyik gyerekéről majd fogunk beszélgetni. Úgyhogy ez volt az ő kis élete. Egyébként Új-Mexikóban élt az Amerikai Egyesült Államokban, és egy olyan helyen, ahol nagyon nem volt a környéken senki és semmi, illetve, hogy azért Új-Mexikóról tudni kell azt, hogy rendkívül sok lehetőség van arra ott, hogy elrejtsen az ember holttesteket, csodálatos hely. Igen. Szóval, és egyébként Új-Mexikó nagyon elő van a bűnözési statisztikákban, mint ahogy megtudtam. 1999. március 22-én egy Cynthia Vehil nevezetű nő elszabadul David farmjáról, mesztelenül, és ilyen, hát azt mondták, hogy ilyen rabszolga lánc volt, ilyen rabszolga karperec volt a karján, meg lánc volt rajta. És Cynthia beszalad az első házba, és segítséget kér. És az ott élő nő hívja ki a rendőrséget, és hát Cynthia elmondja, hogy ő David megerőszakolta, hogy őt fizikailag bántalmazta, hogy kínoszta, hogy David 3 napja fogva tartja őt, és hogy ez történt vele. És hát Cynthia az a helyzet, hogy egy heroin függő prostituált. És az a helyzet, hogy a rendőrség ezért nagyon kétkedve fogadja az ő vallomását, amit nem igazán értek, hogy miért, mert ha látsz egy mesztelen nőt láncokkal bilincsbe verve, hogy milyen kételyet támad arról, amikor sírva elmondja, hogy vele mi történt, csak azért, mert hogy ő a te szemedben nem éppen egy rendes polgári asszony. Nem igazán értem, hogy itt mi volt a kérdés, de mindegy, szóval, hogy ennek ellenére hála az égnek el tudják fogni Davidet. És megkezdődik a házkutatás.
És először David Cynthia azt mondja, hogy ő David otthonából szabadult el, és ezért magában a lakásba kezdenek a kutatással, és az a helyzet, hogy nagyon hamar megtalálják a bizonyítékokat, megtalálnak mindent úgy, ahogy Cynthia elmondott, hogy ő hova volt kikötözve, találnak egy ágyat, találnak egy vödröt, amiben Cynthia elvégezhette a dolgát. Milyen rendes David, nem olyan kegyes, tényleg. Szóval ezeket is megtalálják. És az a helyzet, hogy az elég nyilvánvalóvá válik a rendőrség számára, hogy hát igen, itt Cynthia nem hazudott, bár még mindig nem értem, hogy miért abból kellett kiindulni, hogy Cynthia hazudik, de mindegy. És akkor szépen észreveszik, hogy kint a háztól nem olyan messze áll egy fehér tréler. És azt gondolják, hogy akkor ott is körülnéznek, és amikor kinyitották annak az ajtaját, akkor jöttek rá, hogy itt sokkal, de sokkal nagyobb baj van, mint azt ők előre hitték. Abban a trailerben találnak egy széket, kicsit olyan, mint egy nőgyógyászati vizsgáló szék, csak át van alakítva, és hát kimondottan látszik, hogy kínzásra van tervezve és átalakítva. Rengeteg kép van a falon arról, hogy hogy kell nőket kínozni és nagyon nagy fájdalmat okozni nekik. A trailerben egyébként nagyon sok szexjátékszert is találnak, tehát ilyen szexuális segédeszközöket, és nagyon sok saját készítésű és tervezésű kínzóeszközöket, amelyek kimondottan arra lettek kitalálva, hogy a nőknek fájdalmat okozzanak. Ezen kívül találnak a trailerbe két kamerát, és ebből arra a következtetésre juttatnak a rendőrök, hogy hát akkor kellenek, hogy legyenek videófelvételek, és elkezdik ezeket kutatni. Egyébként több mint 100 kazettát találnak, és azokat elkezdik átnézni. Találnak még egy dobozt, amiben nőknek az ékszerei vannak, és innen is lehet következtetni az áldozatoknak a számára, és találnak hangfelvételeket. A videófelvételeken, amiket találnak, egyetlen egyen találnak egy áldozatot, és látszik a tetoválása, ami a lábszárán van, és ennek alapján fogják majd elkezdeni őt keresni, és ennek alapján fogják őt beazonosítani. És ami nagyon érdekes, hogy az áldozat jelentkezik, de ő nem emlékszik rá, hogy mi történt vele. Akkor visszatérve, még mi látszik a kamerákon, meg a felvételeken, van egy felvétel, amin mutogatja, hogy ő nézelődik, hogy milyen szögből lehet igazán jól felvenni ezeket a kínzásokat. Ami nagyon érdekes, hogy több kínzásnak a felvételét nem találták meg. Tehát vagy nagyon eldugta, vagy nagyon hamar rájött arra, hogy ezeket nem szabad megtartani, mert hogy bizonyítékok lennének ellene. Egyébként David azt állítja, hogy Cynthia, a prostituált, ő hazudik, mert hogy mindenbe beleegyezett, és hogy ő nem tudja, hogy miről beszélnek, és amikor rákérdeznek erre a trailerre, akkor azt mondja, hogy ez ő nevezi el toyboxnak, hogy ez az ő toyboxa, és ő szerint ebben semmi probléma nincsen. Na és aztán a toyboxban, amit találnak, még, ami nagyon érdekes, egy hangfelvételt, amelyben David felmond egy szöveget az áldozatainak. Ebben a szövegben elmondja, hogy őt Davidnak hívják, és hogy valószínűleg nem tudod, hogy mi történt veled, mert hát bedrogoztalak, úgyhogy nem is fogsz valószínűleg emlékezni a történtekre, és hogy legyél jó kislány, mert akkor sokkal rövidebb lesz a szenvedésed, és akkor lehet, hogy nem foglak megölni. Elmondja részletesen, hogy fogja őket kínozni és szexuálisan bántalmazni, hogy fogja őket megalázni, és hogy mi mindent fog velük csinálni, és utána végén azt mondja, hogy have fun, jó szórakozást. Ez még megtalálják, és az, amit valószínűleg újra és újra lejátszott minden áldozatának, aki ott magához tért. Na és ez a lány, akit találnak, nem más, mint Kelly. Kelly, aki a David lányának, Jessie-nek a barátnője. És Kelly nem nagyon emlékszik a történtekre, Kellynek viszont vannak rémálmai, amik lekötözésről szólnak egy fehér dobozban, és arról, hogy őt szexuálisan bántalmazzák. És akkor pszichológusok és mindenki segítségével elkezdik felfejteni ezeket az emlékeket, amit Kelly nagyon-nagyon erősen elkezdett magában elnyomni. Van is egy ilyen mondás, amit a pszichológusok szoktak mondani, hogy mindenki akkor tudja magához közel engedni a traumáját, amikor már
el tudja viselni is azt. Úgyhogy valószínűleg nem csak a drogok hatására, hanem Kelly agya is így védekezett a traumával szemben, hogy elfojtotta, hogy tagadásban volt. Egyébként Kelly visszaemlékszik arra, hogy a barátnője Jesse, David lánya volt az, akit ő odavitt erőszakkal Davidnek, és aztán őt neki adnak egy italt, és onnantól kezdve nem emlékszik semmire. És hát ebbe az italba drog volt, olyan drog, ami amnéziát okoz. És az a helyzet, hogy én életemben nem hallottam ennek a drognak a nevét, és én nem is igazán értem, hogy David ezt hol tanulta meg, kitől tanulta meg, honnan tudta, hogy ezt hogy kell csinálni. Szóval nem tudom, biztos én vagyok ilyen nagyon naív, de hogy ezeket hol, meg miért, meg honnan szerzett ennyi orvosi eszközt? Szóval, hogy én aztán ezt nem értem. Nem mindegy. És hát Kelly az, aki végül a koronatanú lesz ebben az ügyben. Ugyanis hónapok telnek el avval, hogy még áldozatokat találni, vagy hogy holttesteket találni. Mert van egy szallag, megint egy hangszallag, amin megtalálják azt, hogy David mesél arról, hogy hogyan is kínoszta meg ezeket a nőket, és mesél arról, hogy hogyan is öli meg őket. És mivel, hogy a kínzás része abszolút alá van támasztva, hogy ott minden egyes pontban igazat mondott, ezért azt gondolja a rendőrség, hogy akkor valószínűleg a gyilkosságokat is megcsinálta, amiket mondott a felvételen, csak holttesteket kéne találni. És az a helyzet, hogy David elég okos, és egy sivatagos helyen él, és pontosan tudja, hogy hogy kell holttesteket eltüntetni, és sosem találnak egyetlen egy holttestet sem. Az FBI egyébként 60 nőre teszi az áldozatok számát. 60 nő. Szóval, hogy wow! Nagyon brutális. És hát itt jönne az én kérdésem, hogy ez hogy lehet, hogy egyik feleségnek se tűnt fel. David saját bevallása szerint 25 évesen kezdte ezt a pályafutását, tehát 25 évesen kezdte el ezeknek a nőknek az elfogását, elrablását, megerőszakolását, megkínzását, majd megölését. És az a helyzet, hogy lehet az, hogy egyik feleségnek se tűnt fel? Hogy lehet az, hogy ő ezt ilyen sokáig megúszta. 59 éves, amikor elkapják. 59. Tehát, hogy ő azért neki ez egy nagyon-nagyon sokáig mehető üzlet volt. Arról nem is beszélve, hogy kiderült, hogy a környékbeli barátjait időnként meghívta arra, hogy megerőszakolhatnak nőket, akiket ő ott tart ebbe a dobozba. Milyen édes emberek. És jelzem, egyik se lett számon kérve. Pontosabban nem igaz, egy számon lett kérve. Na, majd mindjárt oda térünk. Na, és ahogy a nyomozás zajlik, és halad előre, még egy barátnőt találnak, vagy pontosabban nem találják meg, csak az eltűntek között szerepel, Mary Parker, aki szintén ennek a baráti társaságnak, Jessie-nek a baráti társaságnak a része volt, és szintén azt lehet tudni, hogy az utolsó hely, ahol ő járt, az nem más, mint Davidék háza. Jesse őt is odavitte az apjának. És szintén sajnos nem lehetett rá bizonyítékot találni, hogy Jessie-nek mi volt a szerepe azon kívül, hogy odavitt nőket az apjának, hogy mondjuk részt vette ezekbe, hogy mondjuk ő ezeket a felvételeket használta valamire, részt vette a gyilkosságba, eltüntette őket, vagy csinálta bármit. És az a helyzet, hogy nem lehet őt odakötni ennél jobban, mint hogy ezt a két embert ő odavitte, és bár megpróbálják őt is felelősségre vonni, túl sok bizonyíték nincs arra, hogy Jessie-nek mi minden volt a szerepe ezekben az ügyekben, de csak ebből az egy mozzanatból, hogy az apjának szállította ezeket a nőket, én arra következtetek, hogy ő igencsak benne volt ezekben a dolgokban. Na de szóval a 21 éves Mary Parkert hazaviszi Jessie, és hát David meghívja az egyik kis barátját. Méghozzá Roy Jensit, hogy megerőszakolgassák Mary-t, és végül aztán Roy lesz az, aki megfojtja Mary-t, ezt be is vallja, sőt, tanúvallomást tesz kvázi David ellen, de ugye ő folytatta meg a lányt, tehát megint csak a nemi erőszakra van bizonyíték, és arra, hogy
David gyilkolt volna, arra nincsen. Úgyhogy végül Davidet emberrablás, szexuális bántalmazás, nemi erőszak és kínzás vádjával állítják bíróság elé, és hát egyetlen tanunk van, aki hajlandó tanúskodni, és az pedig nem más, mint Cynthia. Ugye, a barátnő, akit a felvételen találtak meg. Vagy nem Cynthia, bocsánat, hanem Kelly. Cynthia, a prostituált, ő nem hajlandó valamiért tanúvállomást tenni, és azért legyen köszönték, hogy az ügyész is azt gondolja, hogy lehet, hogy nem ő a legmegbízhatóbb tanú. Így is problémát jelent az, hogy Kellynek nem teljesen jó a memóriája. Egy csomó részletre még mindig nem emlékszik. Egy csomó részlet még mindig le van folytva az ő emlékei között, és azért aggódik azért az ügyész. Láttam egy dokumentumfilmet erről az esetről, és a Davidnek az ügyvédjére, ha ti már láttatok gusztustalan embert Daviden kívül ebbe az ügybe, ne akkor az ő. És aztán el is mondja így bele a kamerába, hogy ő szerinte David nem valók emberek közé, és hogy hát ő mindent megtett azért, hogy David, nem is értem ezt az egészet, na mindegy. Szóval, hogy egy végtelenül gusztustalan ügyvéd, aki mosolyogva beszél ezekről az ügyekről, szóval... Ott szerintem ott szemkerek minden, maradjunk ennyiben. És az első tárgyaláson megengedik, hogy bemutassák a felvételt, amin rajta van Kelly és David. De ezen a felvételen konkrétan nem kínozza Kellyt, csak lehet látni, hogy egy bedolgozott nő ott le van szíjazva, és hogy David őt ott időnként megérinti, de ugye kimondottan nemi erőszak vagy kínzás nincs rajta. Bár mondjuk szerintem a lekötözés és bedrogozás is meg kimeríteni ezt a fogalmat, de mindegy. És a bírónak bemutatják a hangfelvételt, ahol David elmondja, hogy az áldozatának, hogy fogja megerőszakolni, megölni, és hogy miket fog vele csinálni, hogy mivel drogozta be, hogy te ezt nem akarod, de én ennek ellenére megteszem veled, és nagyon sok mindent elmond, de azt mondja, viszont ezt a felvételt azt bíró nem engedi lejátszani az esküdszéknek, figyeljetek, arra hivatkozva, hogy nem lehet biztosan tudni, hogy ezt a felvételt Kellynek is lejátszották-e, vagy nem. Tessék? Talán a bíró bácsi is járt ebbe a trailerbe, vagy mi van? Tehát, hogy ne vicceljünk már. Miért ne lehet? Tehát, hogy nem is értem, hogy ezt miért zárták ki a bizonyítékok közül. Na és mindegy, az első tárgyaláson, ez egyébként 2000 júliusában van, felmentik a bűnösség alól Davidet. Szintén nem értem. Azt mondják, hogy hát nem elég meggyőző Kelly. Tehát, hogy ez a what the heck? Tehát komolyan. Tehát valami szóhoz nem lehet jutni, hogy tessék, hogy ezt még egyszer lassabban. Tehát, hogy számomra ez valami döbbenet. És aztán újra tárgyalást kérnek, hála az égnek, találnak valami kis malőrt, ami miatt újra lehet tárgyalni az ügyet. És 9 hónap múlva újra is tárgyalják. És akkor az a bíró megengedi, hogy lejátszák ezt a hangfelvételt, és 5 óra tanácskozás után 224 év börtönre ítélik Davidet. David az egész tárgyaláson végtelenül gusztustalanul viselkedik, tehát végtelenül nagy féreg az az ember. És az a helyzet, hogy annyira szeretném azt mondani nektek, hogy aztán ő bűnhődik, és nagyon-nagyon rossz élete van, de az a helyzet, hogy 9 hónappal az ítélete után szívrohamot kapott, és meghalt a börtönben. És a szemétládája még azt is elintézte, hogy egy üzletet kötött az ügyésszel. Az üzlet úgy nézett ki, hogy ő soha többet nem fellebbez, cserébe a lányát elengedik. Cserébe Jessie-t nem vonják felelősségre. És az ügyész belemegy ebbe. Úgyhogy Jessie mindenféle következmények nélkül elsétálhatott, él valahol vidáman, boldogan, de jó, köszönjük, hogy egy pszichopata kint van közöttünk, de jó, szuper. És David pedig 9 hónap után meghalt. Szóval igen, ez volt a Toybox Killer-nek az esete, vagyis David Parker-nek. Az a helyzet, hogy egy végtelen gusztustalan féreg volt, aki mások fájdalmában és a másokon való uralkodásban élte ki
beteg elméjét, és hát az a baj, hogy tényleg nem érzi az igazságszolgáltatást az ember. Itt valahogy nagyon félre ment ez a dolog. És nagyon-nagyon kíváncsi lennék, hogy vajon hova is rejtette el ezeket a holtesteket, és hogy miért nem találjuk meg őket. Az FBI szerint összesen 60 nő volt az áldozata, mármint ami így a nemi erőszakra vonatkozik, és ők azt gyanítják, hogy ebből 37-et meg is ölt. 37 nőt. Valami félelmetes, hogy ez az ember hosszú-hosszú éveken át úgy, hogy nagyon-nagyon sokan tudták a környezetébe, mert tudta a lánya. Valószínűleg tudták azok, akik a kis barátai voltak, és időnként bejártak megerőszakolni. Én szerintem minimum egy feleségnek legalább tudnia kellett. Minimum egynek. És mégis. Egyébként a munkatársai azt mondták Davidre, hogy egy virágrendes emberje volt, és ők nem is hiszik el, hogy ő ilyet csinált valaha. Szóval félelmetes. Félelmetes ez az eset. És David úgy, ahogy van. Reméljük, hogy van pokol. És ott nagyon szenved. Reméljük. Hát ennyi volt ez az eset mára. Nagyon-nagyon vigyázzatok magatokra. Legyen szép napotok. Sziasztok!